Adó és sajtóügyek, iktatás és szortírozás a hivatali munkában segítenek a diákok. A Miskolci Városházán két turnusban csaknem 40 diákot foglalkoztatnak, ahogy a holding tagvállalatok is számítanak a fiatalok segítségére a nyáron. Az MVK-nál 20 diák vesz részt a buszok és villamosok takarításában. Külső mosás után jöhet a villamos belső megtisztítása, ami mindig egy lépésről lépésre megtervezett folyamat. Üléstakarítás, tehát porszívózás, az ódaakarok, az ablakok tisztítása. Mind a 31 darab Skoda villamos minden nap teljes körű takarításon esik át. Ebben ezen a nyáron is diákmunkások segítenek a társaságnak. A buszok takarítása többek között Karuckai György feladata is, akinek nem ez az első munkája. Tavaly dolgoztam a Takata melletti paradicsomföldeken, az jóval nehezebb volt. Ez sokkal kellemesebb, sokkal jobb a környezet, jobbak a kollégák, a főnök is sokkal rendesebb. Itt, úgymond sokkal jobb itt is, de azzal a munkával sem volt semmi gondom. Idén két turnusban dolgoznak diákmunkások az MVK ZRT-nél. Júliusban 9-en voltak, augusztusban pedig 10 főt foglalkoztatnak. Ez a munka is felelősségteljes munkakörnek minősül, de a nyári szabadságolások alatt a kollégákat tudjuk ezáltal mentesíteni, és könnyebb kiadni a szabadságokat részükre. Nincs ez másképp a Miskolci Városházán sem, ahol többek közt a jogi, az anyakönyvi és az adóosztályon is elkél a fiatalok segítsége. Most éppen szám szerint kell sorba rakni a térítvényeket ugye hivatalos iratokhoz. Az adóosztályon az adófajták szerinti szortírozás és kiküldésre váró papírok borítékolása a fiatalok feladata. Porkoláb Pannának ez az első diák munkája. Jó az is, hogy egy kis pénzt is kapok, és így van olyan tartalékom, amit saját magamnak tudok beosztani, és nem csak a szüleimre kell támaszkodnom. Nem mellesleg a munkafrontján is tapasztalatot szereznek, ahogy Friedel Dániel is, aki az iktatási csoportnál dolgozhat augusztus hónapban. Egyrészt az irodai munkát tartottam hozzám közelállónak, másrészt pedig ezt szerettem volna itt kipróbálni a Városházán. A hivatal egyébként 2012 óta foglalkoztat diákokat a nyári időszakban. Idén két turnusban lehetett jelentkezni irodai munkakörökbe. A jelentkezés az úgy történt, hogy a munkaügyi központban kellett magukat regisztrálni, de mivel annyira népszerű a program, hogy a diákok már keresik a helyeket, és egyébként tudják már, hogy hova szeretnének menni, ezért közvetlenül is nagyon gyakran jelentkeznek, úgyhogy villámgyorsan betelnek mindig a helyek. Így volt ez idén nyáron is. A hivatalban ezúttal két turnusban 37 diák dolgozhat, akiket napi 6 órában foglalkoztatnak a nyári szabadságolások idején.